Szóval, sziasztok! Megyünk tovább. Várjál csak. Nem megyünk tovább. Nagyon hamarról töltöttem újra. Szóval... jó, menjünk, oldjuk meg a problémát. Akad egy apró kérdésem. Én értem, hogy most nekünk ez az alapautónk, amit a játék ad. Ezt én most vettem észre, amúgy eddig nem is tudtam, hogy nekem van több mindenem. Hát, na amúgy csak hogy értsétek, hogy miért vagyok összezavarodva. Én már amúgy eljutottam az addig, hogy eladtuk a gáz plöttyöket. Mi az? Matrica, nem matrica. Gáz, benzinjegyeket, azaz, sikerült kinyögni. Csak az a probléma, hogy először befagyott a játék, utána telefonhívásom volt, aztán megint volt egy telefonhívásom, ahol menet közben kellett dolgoznom. Ott félrenyomtam egy gombot, és ezért a felvétel elindult újra, és most megpróbálok mindent rendbe hozni, és újra felvenni ezt a részt, csak az a baj, hogy így most oda jutottam el, hogy még nem azon a küldetés sorozaton vagyok, ahol lennem kellene, tehát hogy mennem kell egy kicsit tovább. Úgyhogy nem sokára találkozunk, de csak ezt így nézni, meg akartam mutatni, hogy amúgy itt vannak ilyen érdekességek is. Igen. Szerintem ezzel fogunk menni. Ez volt régen is a kedvencem. Ez se rossz, ennek jó hangja is van amúgy. Ez is 190-es. Szóval van egy pár autóm. Legyen ez. Take the car. Vigyük el egy körre szerencsétlenünket. Így már azért egy kicsit élvezetesebb. Szóval, csináljuk azt, hogy én elmegyek az anyát. Igen, ez már csúszik. Szóval, csináljuk azt, hogy én elmegyek, befejezem ezeket a küldetéseket, amiket meg kellene csinálnom. Upsi. Mindegy. Megcsinálom ezeket a küldetéseket, hogy visszakerüljünk oda, ahol lennünk kellene. És akkor onnan folytatjuk majd ezt az egészet. Úgyhogy... itt egy picike vágás lesz. Novel, az előző részt valahol itt hagytuk abba, hogy megérkeztünk Freddyhez. Menet közben átöltöztem, mert... éppen, hogy elindultam az előző küldetésről, fel a... hídra, át kellett menni, most volt az, amikor vissza kellett mennünk Derekhez. És ott elkezdett a híd közepén ilyen össze-vissza hülyeségeket csinálni, és kisfagyott a játék. Szóval... most ilyen YMCA stílusban toljuk. Itt annyi lesz a lényeg, mondom. Csak azért, hogy ne kelljen a sztorit végignézni. Szóval Henry Tomasino, Tomasino, azt hiszem úgy hívják. Ő adja most a következő feladatot. Annyi a lényeg, hogy be kell törnünk, és hát először el kell mennünk Mariához. Ez a nőci ott dolgozik a minisztériumban, ahol be kell törnünk, és el kell hoznunk a gázjegyeket. Rendőrbácsi, de jó, hogy én is arra megyek. Szóval, most azért megyünk el Mariához, hogy Maria majd elmondja nekünk, hogy mit kell csinálni. Hogy megyünk be, hol törünk be, hol mászunk ki. Egyebek. Au.
Kicsit még sok a paci ebben az autóban ehhez az úthoz, de... Meg az én vezetési képességeimhez is. Várjál, kiindulva abból, hogy a mamóka olyan sebességgel tud lopakodni, hogy... Holnap után nem indulunk el, hogyha nem itt állok meg. Így. Tehát annyi a lényeg, hogy őt most el kell majd vinnünk a... Befogtad. Keressük meg Mariát, itt van. Plap, plap. Milyen veszed elő a fegyvert? Szóval, el kell vinnünk Mamacitát. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? Okay. I've seen the way you kids drive these days. Csend legyen, tudom, hogy vezetek. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get into the back. They keep the back door open at night? No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. Miért kell a legkeskenyebb utakon jönnöm? Hello? A gyerek ki, tudom. All right, kid. Drop me at the hospital right here. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Most csak azon gondolkodom, hogy nincs-e véletlenül valahol a közelben. Ott egy javító body shop, pont szembe velünk. Meg kellene javítani a kocsit, mert ezután mi... Nem, majd akkor, amikor befejeztük. Mert elvileg üldözés nem lesz, tehát hogy arra nem készülök, hogy menekülni kell, vagy valami. Hanem csak arra, hogy utána nekünk a stempeket el kell osztogatni. Hú, de rossz, mindig jobb klikkel akarok kiszállni. Az előző maffiából kiindulva. Na, fuss, haver! Na, ő is tudom, hogy rázza a seggét. Nem azt nézem, nem. Rosszul jött ki. Mondjuk Frankivel ebben a játékban lehet szívesebben játszani, őt szívesebben nézném, mint Vito bácsinkat. Nos. Ja igen, ezt kívülről nem tudom kinyitni, mert hogy most a játék szerint itt kell bemászni, de amúgy meg kitrok majd ott jönni, ha ki akarok. Na most. Ups, nem arra, hanem erre. Várj, mert... Nem, nekünk a... De. Mindegy, kinyitom. Azért nyitom ki, mert én úgy vagyok vele, hogy nem akarok még egyszer ellopakadni mögöttük, hanem akkor le tudnék jönni itt a lépcsőn vissza. Ő most lejön? Nem. Két őr van fent. Az egyik lejön, a másik elmegy szembe. Az elmegy szembe. Okay, this is the director's office. This is where the key should be.
csapkodom itt az ajtót mögötte. Nos! Megvan a kulcs. Dehogy. Szívassuk magunkat, őt meg kell várnunk, míg elmegy. Le kell mennünk, el kell lopakodnunk a másiknak a háta mögött. Most elmegy a mosdóba. Nekünk jó? Az nekünk jó. You got any plans for the weekend? Yeah, gonna relax and watch me some television. Well, you bought a television? Ez az. Eddig jók vagyunk. Those things cost as much as a car. How the hell did you afford it? Mary's Uncle Lou passed away a few months back. Jó. Ide le. Kikapcsoljuk a riasztót. Így fogunk tudni lopakodni. Továbbra is. Még azt furcsa, hogy senkinek nem tűnik fel, hogy nem ebbe van. Senkinek nem tűnik fel, hogy nyitva hagyagatom az összes ajtót magam mögött. Itt van, itt van, itt van. Köszönöm, köszönöm. Jó, na, most addig futunk, mert a francnak nincsen kedve itt totyogni. Annyi lesz a lényeg, hogy akkor, amikor kimenekülünk, ide kell megint visszamenekülnöm. Vagy lehet, hogy egyszerűbb lesz ott a lépcsőn lejönni, ahol az előbb is. You ought to see this thing. 7-inch black and white screen gets all three channels. Wow, sounds fascinating. What, you mean you ain't gonna get one? I'll stick with my newspaper and with my radio. Thank you very much. This television's just a fad. We'll see about that, sonny boy. Yeah, so what does Mary think of it? She ain't seen it yet. Az a baj, hogy ez, aki itt van. Ezt tudok lopakodni? Ah! Nem emlékszem, hogy ki merre. Ah, jó. Ő most elindult oda hátra. Az a baj, hogy nekünk arra, nem arra. Nekünk pont az ellenkező irányba kell menni. Ide. Ugye? Nem mondod. Nem ezek a vécék. Ó, nem mondod, hogy elnéztem. Meeting room, ez se az. Nem mondod, hogy a más... I was watching them. Hello. And it gave me an idea. Oh, here we go. Okay, Einstein, let's hear it. Now listen to this. What if you could control the cartoon? What do you mean? You know, control it. You could make the little guy in the Most találhatok fel a videójátékokat. You could make him run around, drive a car, maybe even have him shoot a gun, shoot things with it. Have you been sniffing glue? Megvan. Megvan. Hú, de elfelejtettem, hogy ez itt van. Zárd be. Na, hát most így szépen nyugisan ellögdössük itt a pineket. Nincsen riasztó. Igen, ha ide először jövünk be, villogni fog, ott van a tetején az a piros lámpa. Most nem látszik, hogy piros, de amúgy ott a sarokban az a kis pöttya pont a vító feje fölött, az ott egy riasztó. Szépen kinyitjuk a széfet, és amúgy, hogyha nincsen kikapcsolva, akkor ilyenkor ez villog pirosan, és amúgy, ha el is hozzuk a stempeket, akkor hát a rendőrség, ezek a szerencsétlenek is ránk jönnek. Régen úgy csináltam, hogy neki estem az embereknek, és legyaktam őket, de az azért nem jó megoldás, mert elvileg így többet kapunk a küldetésért, hogyha így csináljuk meg. Több pénz lesz a végén belőle.
Az a baj, most figyelnem kell őket, hogy ki hol jár, meg mit csinál. Az ott éppen úgy látom, megy lefelé a lépcsőn. Ez fordul be pont abba az irányba, amelyikbe én akarok menni. Mert ha a lépcsőn a WC-kig visszamegyünk, akkor ki tudunk jutni az épületből gond nélkül. Az a baj, hogy most nekem jobban megéri itt menni. Nem. Nem, mert most jött be a másik. Ő le fog oda ülni. Ez megy tovább, akkor nekünk csak erre érdemes menni, basszus. Rohadt gyorsan. Elsznikelünk itt mögöttük, így is lehet, hogy észrevesznek. Nem, ez az, megvan. Innentől mi már csak annyit csinálunk, hogy ide le. Így, és valamelyik ajtónál van még egy ugyanilyen lejáró. Ott. Azaz. És akkor itt ki a szenes ajtón. Nem tudom, hogy miért nyitották ki menet közben a szenes ajtót. De ez nekünk jó. Ott jöttünk volna ki ezen az ajtón máskülönben, de... Most ugyanez a kettő. Teljesen mindegy, melyik ajtón jövünk ki. Ez csak annyiból volt egyszerűbb, hogy a másik őr is leült. A harmadik őr az meg pont hátulról jött volna megint a lépcső felé, akkor ott egy csomó ideig várnunk kellett volna. Így jobb volt. Na most! Majd mindjárt megmutatom, de amúgy láttátok, tehát hogyha az a... Az van, jó, oké, akkor ezt a küldetést mindjárt újra kezdjük. Mármint, hogy csak innen újra kell töltenem. Mert amint egy ilyet láttok, ez azt jelenti, hogy pár másodperc múlva be fog fagyni a játék. Tehát, hogyha ebbe belehajtunk, e felé elindulunk, vagy csak látszik ez így a háttérből, akkor vége. Úgyhogy ezt most meg is előzzük, felesleges elindulnom, mert le fog fagyni a játék. Na, bízunk benne, hogy most nincsen olyan artifakt, vagy nem tudom minek hívják azt így hirtelen. Olyan, mintha a videókártyám akarna megdögleni, de amúgy sehol máshol nem csinálja ezt. Csak ebben az egy játékban, és ez az egy játék fagy ki tőle. És most, ha elnézek ugyanarra, akkor megint rossz. Jó, akkor megvárjuk, míg befagy. Köszönjük, játék. És itt is vagyunk. Esküszöm. Ilyen. Nem, tehát ha mondjuk mit tudom én, tehát le lenne torrentezve a játék és crackelve és stb. És úgy történnének ezek, akkor azt mondom, hogy persze bele lett nyúlva a játékba, azért történik. De ez Steamen megvett játék, tehát hogy a Steamről van letöltve és most nincsen ott, most jó lesz a játék. Na, majd valahol máshol fogunk hasonlóba belefutni, és megint ugyanúgy ki fog fagyni. Először a gépemet feltettem, mert én azt hittem, hogy mondom, ez a videókártyámat nyírja, és amiatt, de nem. Mert full random jön, és látjátok, tehát, hogy maga valami miatt olyan, mintha azt a textúrát nem tudná betölteni, és nem tud vele mit kezdeni, és amiatt döglik be a játék. De tényleg nem értem. És ezt csinálja, meg láttátok, hát az első részben, amikor beestem a föld alá, meg beestek az autók a föld alá. Nem találkoztam még ilyennel, azért nem tudom, hogy van-e rá valami fix, tehát hogy próbáltam keresni, de nem nagyon találtam semmit, hogy mit kellene vele kezdenem. Nem tudom, mindegy. Na jó, jövünk vissza Henryhez. Henry. Awesome. Várjál, nem jövünk vissza. Itt mellettünk. Melyik irányba állunk? Mindegy, segíts már ebben. Menjünk már el egy body shopba.
Ó, helyes. Mindenenet vágtunk. Írod, hogy jöjjek vissza reggel, sírva is fakadok. Oké. Hey, good evening. Az a baj, hogy egy... meg. 126. Hát muszáj vagyok megjavítani, pedig nincsen elég. 527-be kerül majd, még ezt is lehet tuningolni? Édes jó Isten! Nézzünk valami szebb szint márre. Mondjuk most izé van, tél van. Ebben a kékben jól néz ki. Tél van, nagyon nem éri meg. Amúgy vagy a sötét szürke, ez tetszene, csak az olyan nagyon egyszínű, vagy ilyen egyhangú, ebben sem néz ki rosszul, de amúgy most a fekete tetszik a legjobban. Hát pléttel nem foglalkozunk, jelen pillanatban nem kell. Az a baj, hogy ez a feketéhez meg illene egy ilyen... Hát nem is tudom. Á, maradjon ez. Ez a fehér, ez amúgy jól néz. Nem tudom, hogy ez kell, miért nem lehet ilyenkor lívelni. Jó, rím az megvan, lét megvan, újrafestés meg lett, tuningot még nem, meg a kocsit meg is javítottuk, ennyi. Oké, akkor mehetünk. Na, ez doromboló kis cica. Nem a másik, nem a másikban a bogár. Az nem volt doromboló kis cica annyira. Ennek szép hangja van amúgy. Azért is választottam ezt, mert még a hangja is jó. Na, most megyünk vissza Freddyhez. És annyi, hogy akkor... Hát én itt megpróbálok így valahogy megállni, úgyis mennünk kell tovább. És ráadásul gyorsan. Mert most derül ki, hogy hát nem a megfelelő dátumú stempeket hoztuk, és 6 benzinkúthoz el kell gyorsan tekernünk. De hát ezzel az autóval nem lesz probléma, úgyhogy. Szóval. Spuri van. Annyi, hogy kiválasztunk most így, hogy most már tudom, hogy 6-ot kell. Választunk úgy 6-ot, hogy jó legyen. 1, 2, 3, 4, 5. Amúgy mind a 6 megcsinálható, ha innen megyek. Az a baj, hogy ha innen megyünk, akkor először ide, ide, utána ide, 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 ide kell menni. Tehát így is úgy is át kell mennünk a másikra. Vagy csinálunk egy olyat, hogy ide, 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 és utána fel. Még az sem egy nagyon elvetendő ötlet, mert innen fel tudunk menni egyből a pályára, és ott fel. Vagy egy gyors útra. Na akkor menjünk erre. Menjünk a ide, 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 4, 5, 6. És ha még valami gebasz van, akkor itt lesz a 7. is. Úgyhogy tudunk menni. Legyen így. Get in! Merre kell mennem, játék? Jókor jutott eszedbe, hogy kirajzold a vonalat, mikor arra kellene a segítség, hogy el tudjak indulni. Hey, you in the market for some surplus gas stamps? Sure. Okay, akkor megyünk erre. Where'd you get them? On second thought, I don't even want to know. Smart man. All right, now fork over the dough. Yeah, all right. Just hope I don't get in trouble for this. Don't worry about it. Just keep your mouth shut. Majd ilyen kerülök bajba.
Upszi. Megmentettem. Az mi volt, mamóka? Takarát vetődtél? Didn't buy some gas stamps. Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Ugyanez. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. De amúgy legalább itt a gyalogosok nem ord. Basszus. Rök volt a paci a seggében. De legalább a gyalogosok itt nem ordítanak annyit. Az előzőben az volt a bajom, hogy állandóan beszólogattak, meg kiabáltak rád, meg mit tudom én. Ha te jössz nekem, akkor miért dudálsz? Attól féltem, hogy azt fogja mondani, hogy balesetet okoztam. Az úgy jó. Radar szeméknél nem működött épp a radar. Hey. Jó, innen akkor át ide. Innen fel oda. Az már annyira nem vészes, itt kijövünk, felmegyünk, ott vagyunk. Aztán utána onnan meg csak át ide, azt ott is vagyunk. Yeah. Interested in buying some gas stamps? Sure. Nagyon jók vagyunk. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Nagyon jók vagyunk. Radarszem. Taxi. In pursuit of a hit and run driver. Oké, okay, gyere után! Nem. Radarszem megint nem működött. Megy ez? Hú, öcsém! Jó helyen vagyok? Jó helyen vagyok. Ó, még fél időnél vagyunk. Jó, hát a legelejére amúgy a játék sem ad nagyon nehéz feladatokat. Bár mondjuk az a lopakodós alapból az a probléma, hogy azt mondja, hogy ha nem ölsz meg senkit, tehát nem bántasz senkit, akkor többet kapsz. De menet közben az első akció, amit kiír a játék, amikor odaérsz, hogy amúgy az őröket elteheted láb alól. A mellé, mögéjük lopakodsz, és ezt meg ezt csinálod. Tehát, hogy... Tehát nekem inkább ezzel ez volt régen is a problémám, mert amikor én játszottam, még azért angol tudásom az... hát jóval alacsonyabb volt. Most... hát nem is tudom, hogy mondjam. Nem... perfekt vagyok, sőt kiejtésem az meg aztán főleg hagyjuk. Little light alimi. Csak úgy. Jelzésképpen, hogy azért tudok hülyeségeket mondani angolul. De
Tehát így, amikor mondjuk mit tudom én, beszél valaki mellettem, vagy videót nézek, például én nagyon sok videót nézek angolul, és már azt vettem észre, hogy amúgy én nem is fordítok fejben, hanem úgy értem, hogy mit mond. És nekem amúgy ennyiből egyszerűbb, tehát azért szoktam például felröhögni a játék hallgatása közben is, mert éppen figyelek egy kicsit jobban, hogy mit mondanak, akkor azon szoktam röhögni. Listen, I got these extra gas stamps. You want them? They're yours. Keep. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go. Also. And keep your mouth shut about this, all right? Also, kicsi gas stamp. It'll be our secret. It better be. Egy, és akkor odaföl. Mint a húzat. Nem jön neki. Kis morcos, csak már megint összetörtem ripityára. Ha van éjszaka, úgy látom a radar szem kevésbé működik. Bocs! Az a polisz jól elment mellettem a francba. Ja, ez nem is híd, meg ilyenek, hanem ilyen föld alatti alagút. Azaz, föld alatti alagút. Van föld feletti alagút is akkor. Csak ezt nem alagútnak hívjuk, hanem hídnak. Ennyi. Teljesen logikus. Nem tudom, hogy a zombiktól zsibbad el jobban a lábújjam meg a magasságtól, vagy attól, hogyha így megcsúszok az autóval. Hello, bátya! Hey, I got some extra gas stamps. You interested? Extra. Yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure, sure. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. All right, that's the last of them. At least I got some cash. I should head back to Joe's. Ezt egy kicsit körülményesen tervezted meg. Bocs, bocs! Bocs! Elment a világítás, majd vigyázz, mert rendőr megfog érte. Nincs jobb belsőd? Nekem is csak egy ég a négyből. Hű, ott lerobbant valami a kocsiról. Ó, nem már. Nektek is itt kell éppen sündörögni? Ja, hogy hirtelen 40-es zónába jöttem. Nem értettem, hogy miért akar leállni az autó alattam. Mondjuk így jó, mert így le se kell vennem a gázról az ujjam, mert 40-nel lesz kezelhető. Fog az menni többel is, csak... Na. Hazajöttem, Joe! Küldd el a csajokat! Tipp! Következő alkalommal viszünk egy másikat, azt is összetörjük, mert még most az a baj, hogy most nincsen elég pénzünk arra, hogy megjavítsuk. A 2000-et meg össze kéne szedni, ezt most költöttem el az összes pénzt, ami van. Szóval... Felelősségteljes felnőtt vagyok. Hát, Szautó volt az első, a gyeme.
Na vajon mit látok itthon? Joe! Jó, nincs itthon senki. Oszt akkor, mi a feladat? Feküdjek, aludjak? Na nem látok más megoldást. WC-znem nem kell. Az ajtó. Ez a bejárati ajtó. Nem meg a másik WC. Jó. Mint egy autószerelő műhelyben. Na jó. Akkor alszás van. De vége a chapternek. Murphy törvénye. Jaj, most lesz az, hogy el kell mennem tankolni, azt hiszem, és... Mennünk kell a valahová valami miatt. Oké. Okay. Legyen nálam lockpick. Csak azt hallgattam, hogy mi totyarékon volgattam. Mit vegyünk ma fel? Van egy ötletem, öltözzünk fel valami nagyon komolynak. Ez volt rajtam az előbb. Hm. Ah! Kóboly! Jövő, hát most azonnal narancssárga. Nos! Közben én megfulladok, azzal nincsen gond. Nem szólalok meg 5 percig, és csak egy irányba fut a karakterem, akkor hívjatok mentőt. Jaj, szegény! Na, mit törjünk ma össze? Ez túl kicsi. Ahogy de szép vagy. Köszönöm a lelked. Jó, hát majd később arra fogunk pénzt keresni, hogy ezeket önbe rakjuk, amikor összetörjük őket. Ennyi. Hopsz, oda kellett volna menni. Még van lámpám. Most már nincs. Jó gép, mi? Jó, megnézted, haver. Nem hagytál el egy kis pénzt ebben a valamiben? Nem? Elnéjébe? Na menjünk. Nézzük meg, hogy mit akarnak tőlünk Joe-ék. Szóval, mennünk kell kirabolni egy ékszer üzletet. Ezt is Henryvel találták ki Joe-ék. Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? Yeah. I work some guys off. Ah, ez legalább nem teszi annyira a seggét. Ez azért jobban tetszik ez az autó. Másiknak az volt a baja, azt azért tört. Mindjárt jövök. We're whining and keep in touch with Derek, trust me. He's got better jobs than shaking down wharf rats.
Szóval, ott jártunk. Engedj már ki! Hogy mindjárt jövök, de nem tudom, hogy mi volt előtte, pont amiről beszéltem. Mindegy. Teljesen mindegy, ne foglalkozzunk ilyenekkel. Az a lényeg, hogy ha látjátok ezt a valamit, akkor 99% hogy jövök a következő körben. Csak az a baj, hogy most is otthonról kellett indulni, mert még nem lett elmentve, hogy eljutottunk eddig. Hagyjad már, gangsterek vagyunk! Az a baj, hogy én arra emlékszem, hogy itt is lőni fognak ránk, mint a hülye. Így van. Nyugi, Joe. Fogd be a szádat és élvezd azt, hogy rózsaszín kocsival szaladgálunk össze-vissza. Nos. Valami miatt nem tetszik ez az egész. Igen, ettől féltem. Ja, hogy a másik két hülyének, úgy emlékszem. What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Brian fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for fuck you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've got. Well, aside say Brian O'Neill's place. If waiting for. Get him, lads! Az a lényeg. Brian, what about the cops? Get out of here! Merre? Joe! Merre? Watch my ass while I open this door. Keep those assholes off my back. Almost down. One more, just a little longer. Mondom, merre? Na, még egyszer. Tehát innen kezdjük, hogy futunk. Jól emlékeztem én, hogy itt baj. Baj lesz belőle. Brian, what about the cops? Tölts, de köszönöm, tudjuk. De hadd töltsön már a karakterem. Menjél. Tölts már újra, menjél. Jobb lett volna, ha itt töröm, mert akkor gyorsabbak vagyunk. Menjél. Most mi lesz az autómmal? Dehogy nincs. Megyünk. Azt tudom, hogy megyünk, csak nem tudom hová. Jó, ne ordibálj már, hanem... Ojjaj. Húzzál. Várj, ezt honnan lő? Jó, hogy onnan? Várja! Arra nagyon... fene megesz! Pont nekem is izé közben kell újra tölteni. Támadás közben. Brian, what about the cops? Come on, let's get out of here! Get the cops trying! Tölts újra. Menj. Na, azért. Menj már! Almost got it! One more, just a little longer!
Come on, you piece of shit, open up! Okay, we're out of here. Vito, come on! Megyek! Nyisd ki az ajtót, menjél már! Freeze! Police! There's no way out! De, van! Engedj! Tudjuk, hogy van. Fuck! Nem jönnek még most utánunk? Csak egy bizonyos idő után. Igen. Gyorsabb voltam? Picivel. Toljad, toljad, vigyázok. We gotta go this way, it's our only shot. Jó, te nem tudom mit néztél. Ukazd meg. Húbzd meg! Gyorsan újra tölt a HP-m. Ez az. Ja, hogy ezért nem tudom felvenni a fegyvereket, mert amúgy a karakterem automatikusan felszedegeti. Sietek, sietek! Az baj. Az milyen lövés már, Rozi? Engedj el. La 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 la. Mi mozog a... Ó, meg az a persze, még jó, hogy nem nekem kell mászni. Ha lehet, hogy sírva. Get your ass over here! You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Shit, Jesus, be careful! Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge! Oh, fuck that! I don't get paid enough for this! Ennyi. Szerencsére ott sincsenek megfizetve a rendőrök. This should take us to the street! Freeze! Police! There's no way out! Miért lett elrakva a fegyverem? Egy terminus, még egy terminus, és még hogy ugrik fel öcsén. Ó, hát én azt értem, csak hogy a bánatban lesz nekem így még több lőszerem. Jövök, jövök. Jövök. De nem a falat nézni ilyenkor, hanem menj. Let's go. Let's go. Megyünk. Hallod, elég nehéz úgy, hogy a fegyvert a kezemben tartom. Look at the Irish, my ass. Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works his hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag, I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. He. Miért van olyan érzésem, hogy nekem el kell menekülnöm? Baj van, mert ez a kocsi az... az használhatatlan most, amivel jöttünk. Gondolom én. Lecsúsztál a jegen? Tette de. Tele van a környék rendőrökkel.
Az a baj, hogy nem emlékszem, hogy ilyenkor a kocsit ezt visszakapom-e majd valahogy, vagy nekem érte kell majd jönni, és úgy elvinni. Próbáljunk ki egy ilyet. Hát ezt nem volt nehéz feltörni. Jó, sem biztonságos. Ettől féltem. És ez nem egy kifejezetten menekülő autó. Az baj, hogy ott van bent valahol az autóm. Tütüü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 ü
Ott tudod, mivel jöttem, az jó lenne? Jó. Így egy kicsit lazább lesz. Így van. Így egy kicsit könnyebb lesz amúgy elmenekülni, mert a rendőrök nagy része... A fene megeszt titeket. Hosszára nem tudok elmenekülni. Attól, hogy lezártátok az összes átjárót. Nem már! Ez itt be van zárva. Aja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 j
Talán így. Jó, megvan. Valahogy hazakavargunk innen. Az a baj, hogy itt le kellene mennünk, de szerintem itt azért nem tudunk, mert most így megmondom őszintén, mert hogy ez ilyen magasan van. De vajon én, ha leugrok, nem tudok leugrani? Ez a baj. Ja, nem enged leugrani. Hűha! Ez így baj, ez így baj. Nézzük már valami komolyabb autót, mert ezzel holnap után nem érek haza. Főleg, ha menekülni is kell. Hagyd abba! Uss, vetődj be! Nem egy kifejezett menekülő autó. Ó, ez meg, és még jön ez is. Ó, jaj. Jó, hát ez szerintem itt. Hát, aki bírná hazáig. Nem hiszem. Nem, valamilyen textúrát ilyenkor nem tud betölteni. Á, ott is két rendőr amúgy. Úristen, úristen! Mi történnek itt? De még nem fagyott le a játék. De már itt van megint egy rendőr.
Ezt így amúgy játszani elég bonyolult. Á, most fog megfagyni. Már most laggalok. Nem. Itt aztán van minden, hé. De még nem fagyott ki. Jó, most kiáll belőlem egy fekete, most egy új. Ez olyan, mintha az árnyékok tojnának ilyenkor be. De mondom, tehát nem zavarna. Na, itt megint rendőr. Elsüllyedtünk ki, jó. Ott járok. Ha ellopakodtam majdnem. Nem, ne állj már el előlem. Né. Ellopakodtam már majdnem a ruhásig. Csak hát az a baj, hogy ez a kettő ez pont ott veri a... Tehát... Ott sétál? Az rendőr? Igen, az a rendőr. Azt kellene megvárni, hogy az elsétáljon itt mellettünk. Szóval amúgy nagyon úgy néz ki, mintha az árnyékokat nem tudná ilyenkor betölteni amúgy a játék. És azért esik szét. Mert abból, ami az előbb történt, tehát hogy ilyen nagyon sokáig az autónak bizonyos részeiből jött ki egy fekete lap. És azt általában, ha jól emlékszem, az árnyékokra szokták használni. Csokkolom. El tudunk vajon mögötte most már lopózni? Igen. Megázolja? Mász fel? Akkor nem mász fel! Édes mindegy, asszus! Egy rendőr. Feel free to look around, just let me know if you need anything. Hogy tudok ruhát váltani? Hogy tudok ruhát váltani? If you like what you see, let me know. A legolcsóbb, legszarabb ruhádat add. Alá, komolyan 55 a legolcsóbb. 35, az jó, az jó. Great choice, you'll be very happy with me. Kösz, mehetünk haza. Úristen. Ne, futok. Jó. Lehet elviszem a taxit? Nem viszem el. Ennek mi van az orrával? Ja, csak... De ez nem. Hát, ha viszünk, akkor vigyünk valami értelmeset. Mondjuk miatt, mint ez. Megnézzük, mennyi az ár. Mert ha 3-4, hát már a 3 se rossz. Ups. Nem tabot kell ilyenkor nyomni. Olyan rossz, minden játékban mindig minden máshogy van. Hopsz, itt egy rendőr. Az előbb, amit találtam, az jó lenne. Ez is jó. Ez jó. Van. Húzhatunk. Ez az! Úgy el kellene menni a kocsimmel. Megkapom vissza a kocsimat, vagy el kell majd újra lopnom? Bátor lépés volt egy rendőr mögött, mi? Egy rendőr előtt. Amúgy most kaptunk ezért a küldetésért egy ezrest. 600-at azért, mert összeszedtük a... vagy szétosztottuk a stampeket. Látom, radarszem egy idő után már nem működik.
Hát most járunk olyan 1007 valamennyinél, plusz vettünk egy kabátot, mert muszáj volt átöltözni. Abban a narancssárgában elég nehéz lett volna, hogy ne szúrjanak ki. Gurulj, gurulj, hadd menjek. Gyere velem, hazaviszlek, hogyha lőttem nőci vagy. Férfiakat nem viszünk haza. Nem szabad. Nem engedi anyu. Most kíváncsi vagyok, hogy itthon van-e. Itt van. Woohoo! Itthon van. Ja nem. Hogy kell innen kilépni? Ja, easy backspace. Megvan. Nos, itthon vagyunk. Minden rendben. Megérkeztünk. Franco. Ah. De pont egy rendőrségi üldözés kellős közepén tud szarni a játék. Megjöttem. Nem raktál le új újságot? Mennyire jó lenne, hogyha nem kellene összeszeregetnem, hanem így mindig leraknál egyet nekem. Na jól van! Kész a chapter 4. Kezdődik majd a chapter 5. Innen folytatjuk következő részben. Sziasztok!